ezeket a nagyobb urnákat egyébként általában koporsós sírokba szoktuk javasolni, míg a többit egyébként be lehet tenni simán egy kompozit urna fülkébe is. Ádám Kis Zsanett mutatja a kamerának, milyen urnák jellemzők manapság a piacon. A szakember szerint a koronavírus óta jelentősen nőttek a temetkezési költségek. A hambasztásos temetés ára közel 50%-kal, míg a koporsós temetés ára mintegy 6%-kal emelkedett átlagosan, vagyis a hambasztásos temetések száma nagyobb mértékben drágult, így az urnás és a koporsós szertartás közötti árkülönbség csökkent az utóbbi időben. Egy koporsós temetés költsége új sírhely Nyíregyházán 6-700 ezer forintnál kezdődik, egy urnásé 500 000 forint körüli összegbe kerül. A szakember úgy véli, ez lehet az egyik oka annak, hogy sokan nem ragaszkodnak az egyházi vagy polgári búcsúztatóhoz. Egyre többen viszik haza a hamvakat tartalmazó urnát, egyre többen választják azt, hogy természetközelivé teszik esetleg a búcsúztatást, mint például erdőben elszórni, illetve igen, hazaviszik. Sokkal többen viszik haza az urnát, mint amennyien eltemetik. Hozzátettem, ma már az sem számít rendkívüli esetnek, ha hajóról vagy repülőről történik meg a hamvak elszórása. Sőt, arra is akadt példa, hogy a hamvakat a temetkezési vállalkozók a világűrbe juttatják. Ettől függetlenül a legtöbb családnak ma sincs extrém kívánsága. Sokkal gyakoribb azonban az, hogy a hozzátartozók tanácstalanok a szertartás mienségét illetően. Ez például egy olyan urna, amelyből egy fa nő ki, de van, aki ékszert készített a hamvakból. A történelmi egyházak Gál Sándor református esperes szerint meghatározott keretek között ugyan, de próbálnak lépést tartani a gyászolókkal és új szokásaikkal. Mi reformátusok, de azt gondolom, hogy a más keresztény felekezet is, történelmi egyházak is igyekszünk megértéssel, körültekintéssel lenni ebben a még kiforratlan helyzetben, és nem a temetés formációi a döntőek, tehát ha hozzánk bejön egy gyászoló család, akkor nem ez a kérdés az, amit meg kell oldanunk, hogy most szórásos forma, bemosásos forma, hamvasztásos, koporsós temetés, vagy ne talán a szertartás után egyedi rendelkezéssel folyóba mosás, és nem folytatom a különböző variációkat, hanem ott abban a szituációban a gyászoló személye, az a család, aki ebben a helyzetben nagyon határozott, vagy éppen látjuk a toporgását. Nekünk az a feladatunk, hogy lelki értelemben megfogjuk a kezét, és próbáljuk meg a lehető legjobb megoldást megtalálni. Csordás Gábor római katolikus plébános azt mondta, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gyerekeket nem hozzák el a szülők a temetésekre, és az elhunytak eltűnésére különböző történeteket találnak ki. Emellett a katolikusok körében is előfordulnak szokatlan kérések. Speciális kérések hozzánk is érkeznek. Nekünk most az a szabály, hogy ha azt kérik, hogy mi búcsúztassuk el az elhunytat, akkor két részre bontjuk, egyébként is két részre van bontva a temetési szertartásunk. Az egyik az maga a búcsúztató rész, amit a ravatalozóban, hagyományosan a ravatalozóban végzünk. Imádkozunk, megemlékezünk az elhunyt életéről, búcsúztatjuk az itt maradt szeretteitől, és a második rész pedig maga a temetés a sírnál, vagy az urnafülkénél. Ha olyan kérés van, hogy nem akarják eltemetni, vagy el akarják vinni, vagy szét akarják szórni, akkor nekünk az a szabály, hogy a ravatalozói részt azt elvégezzük, imádkozunk és megemlékezünk róla, utána pedig hát mondhatjuk, hogy a család az szabadon rendelkezik, ugye utána már. A plébános hangsúlyozta, az emberi civilizáció első kézzel fogható jelei a régi síremlékek, vagyis évezredek óta fontos szerepe van a temetkezésnek a kultúránkban, amely tapasztalata szerint is átalakulóban van, és ez szerinte korántsem biztos, hogy lélektanilag jó hatással van a gyászolás feldolgozására.